Sziasztok! Ez a mai videó a takarítási rutinomról fog szólni, amit ugye már régóta szeretnék elkészíteni, és hát úgy gondoltam, hogy ez ennél aktuálisabb igazából nem is lehetne, ugyanis holnaptól én is aktívan elkezdem ezt a Maradj Otthon projektet. Már az utóbbi napokban igyekeztem minél több időt itthon tölteni, de holnaptól megpróbálom a lehető legszigorúbban venni. Ma reggel elmentem bevásárolni, nyilván nem estem extrémitásokba, de azért vásároltam magamnak egy kis tartalékot, még Anti délután átjött hozzám, és fotóztunk egy nagyobbat, úgyhogy most a következő napokban, hetekben, vagy hónapokban, nem tudom, hogy fog alakulni, hát én is itthon leszek, amennyit csak lehet, és mivel ti is nagyon sokat vagytok most otthon, vagyis gondolom így a legtöbbőtök, ezért hát ha hasznos lesz számotokra ez a videó, és ti is kihasználjátok az otthon töltött időt arra, hogy tartsatok egy nagy takarítást, illetve most úgy is érzem, hogy egy nagy fertőtlenítést kell itt tartanom a lakásban. Az ilyen videóknál, legalábbis amikor én nézek ilyen takarítós, rendrakós videókat, akkor mindig nagyon jól nézni, ahogy a káoszból hatalmas rend lesz, viszont nálam általában a takarítás úgy szokott kinézni, hogy már egy rendezett állapotból indulok, csak ugye a tisztaság lesz a végén. Most viszont elképesztő nagy káosz van a lakásban, ugyanis ma itt fotóztunk bent, és minden szét van pakolva. Úgyhogy gondoltam, hogy most amúgy is összepakolnék és rendet raknék, akkor végül is fel is vehetem nektek ezt a videót. Tudom, hogy most egy elég érzékeny időszakot élünk. Én amit tudok nektek mondani, hogy tényleg maradjatok otthon, próbáljátok kerülni mindenkivel a fizikai érintkezést, de egyéb iránt meg szeretném tartani ezt a YouTube csatornát, illetve az Instagram oldalamat is egy olyan felületnek, ahová kikapcsolódni járhattok. Tudtok informálódni ezzel a témával kapcsolatban mindenhol, de én is csak azt tudnám ismételni, amivel már ezer helyen találkoztatok, de mivel kötelességemnek érzem, ezért még egyszer elmondanám, hogy maradjatok otthon, kerüljétek a fizikai kontaktot bárkivel, mossatok kezet, és minden ehhez hasonló, úgyhogy most viszont takarítsunk. Na hát ezt figyeljétek! Ilyennek még egész biztos nem láthattátok a lakásomat soha, és hát nem is az a tervem, hogy most túl sokáig maradna itt ez az állapot, úgyhogy következzék is a takarítási rutinom első lépése, ami mindig a rendrakás. Még mielőtt elkezdenék takarítani, minden helyiségből mindent tökéletesen visszateszek a helyére. Előbb valamiért a memóriakártyám úgy döntötte, hogy megadja magát, és pont azt a részt, aminél igazán jól néz ki az előtte-utána verzió, azt nem vette fel, úgyhogy bízunk csak továbbiakban a legjobbabban. Egyébként miután rendet rakok egy-egy helyiségben, mindig helyiségenként haladok, utána a felületeket leszoktam törölni, de igazából ez csak ilyen lesöprés jelleggel, mert a következő lépés a porszívózás lesz, és már most kerüljön le minden a földre, amit fel kell porszívózni, úgyhogy ilyenkor csak így konyharuhával lesöprök a felületekről mindent. Következő lépés a porszívózás, és ilyenkor mindig kérdezni szoktátok, hogy milyen porszívón van, mert tényleg fantasztikus amúgy ez a porszívó. Ez a Philips Power Cyclone 8, illetve egy másik név is van rajta, a Speed Pro Max Aqua. Nem tudom, melyik néven találjátok meg pontosan, de tényleg világ megváltoztató ez a porszívó. Egyrészt baromi praktikus, hogy ilyen szétszedhető, szóval nagyon könnyen tudsz vele így is porszívózni, illetve az, hogy teljesen vízszintesen lehajlik, és bármilyen bútor alá beérsz vele, szintén fantasztikus. Ugye ennek elvileg az a különlegessége, hogy van hozzá egy olyan fej is, amivel porszívózás mellett egyszerre tudsz fel is mosni. Viszont én igazából annyira azt nem szoktam használni, csak szimplán a porszívózásra, viszont arra tényleg imádom. Úgyhogy ha gondolkoztok új porszívón, akkor ezt bátran ajánlom nektek. Nekem előtte is Philipsen volt szintén ilyen Power Cyclone sorozatos, viszont ez a vezetékes verzió. Ja igen, mert ennek az is a szuper pozitívuma, hogy nincsen hozzá vezeték, és hát én sokszor kiszoktam, nem? Mondjuk olyan 4-5 alkalommal egy töltéssel ki tudom vele porszívózni a lakást, úgyhogy
Néha már én is bolondnak hiszem magam, hogy ennyire tudok örülni egy porszívónak, na de se baj. Emlékeztek, hogy mennyire örültem annak a pici üvegkulacsnak, ami belefér a pici hátizsákomba? Hát akkor ez idáig tartott sajnos. Porszívózás pipa, csak megmutatnám, hogy néhány napja porszívóztam, és nézzétek meg, mennyi koszt felszedett. Annyira jó, hogy átlátszó, és ilyenkor kicsit furcsának találtok, ha azt mondok, hogy most kicsit boldog vagyok, hogy látom, hogy... Na jó, azt inkább be se fejezem. Szóval, áttérhetünk a portörlésre. Egy ilyen univerzális nedves törlőkendővel fogom áttörölni a bútoroknak a felületét. Ez már az utolsó ilyen csomagom, mert környezettudatossági szempontok miatt én is vettem ilyen spriccelős verziót, amit viszont már tudok majd ilyen mosható textil anyaggal törölgetni, tehát nem kell mindig kidobnom, hanem azt ki tudom majd mosni, de mivel ezt már korábban megvettem, ezt elhasználom, és hát utána áttörlök mindent ezzel a Sanitol fertőtlenítő, légfrissítő és szagtalanító akár micsodával, amit elvileg lehet használni levegő, felületek és textíliák tisztítására. Sose használtam ilyet, de gondoltam, hogy most nem árthat. Elvileg a már megtisztított felületeket csak egyszerűen lefújom, illetve a levegőbe is lehet fújni, és mindenféle baciölő, vírusölő tulajdonságai vannak, majd meglátjuk. Persze picit nagyobb felülettisztítást szoktam csinálni, általában egy ciffel, meg egy ilyen dörzsis kis szivacssal szoktam végig törölgetni a felületeket, azután szárazra törölöm, és még egyszer átmegyek rajta egy ilyen nedves törlőkendővel is, és én mindig gumikesztyűzni szoktam, egyébként többnyire azért, mert borzasztóan szárad a bőröm, és hát az ilyen szerek nem tesznek jót neki, illetve nem akarom az ilyen vegyszerszagokat a kezemen érezni egész nap. Ez itt egyértelműen a konyhatakarítás legundorítóbb része, sőt, hogy összességében minden takarításé. A mosogatóból ezt az undorító kaja, trutymos, akármi, utálom. A fürdőszobára, ami viszont új gumikesztyűt kíván. A zöldet szoktam a konyhába használni, a kéket a fürdőbe, csak sajnos az óriási nagy rám, szóval baromi kényelmetlen, és van egy külön piros, mint veszély a WC-re. Először is a fürdőkáddal fogom kezdeni, egy ilyen nagyobb szivacssal végig sikálom az egészet, amihez Domestost szoktam használni, és aztán megint egy másik szivacssal, egy ilyen kisebbel pedig a mosdókagylót fogom megtisztítani. Közben már zúdul ki a szennyes tartóból is, mert beraktam az összes törölközőt, konyharuhát, fürdőszobaszőnyeget, WC-szőnyeget, illetve koszos ruhám is volt, úgyhogy szerintem be is rakom az első mosást. Most pedig a takarító rutinom utolsó lépése. A felmosás.
Nos, sikerült is a takarítási rutinom végére jutni, szerintem olyan 2 óra alatt lettem kész mindennel, és igazából ezek azok a dolgok, amiket minden héten meg szoktam csinálni, általában szombaton délelőtt, és ezzel szerintem tökéletesen szinten lehet tartani a lakást, nem fog eluralkodni a kosz, meg a káosz, meg semmi ilyesmi, ha ezt minden hétvégén megcsináljátok. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a takarítási rutinotok, van-e olyan dolog, amit még ilyenkor hetente meg szoktatok csinálni, vagy van-e esetleg ezek közül olyan dolog, amit csak ritkábban, kíváncsi vagyok, hogy nálatok milyen a helyzet, és hát remélem tetszett nektek ez a videó, és osztoztok a lelkesedésemben a takarítós videókkal kapcsolatban, legalábbis tényleg én ezekből bármennyit meg tudnék nézni. Most szép rend és tisztaság van, szóval nyugodt a lelkem, de azt hiszem a következő napokban végigmegyek egyesével majd a szekrényeken, meg a helyiségeken is ilyen nagyon alapos kis takarítást fogok tartani mindenhol, mert azt hiszem bőven lesz időm ilyenekre. Arra is gondoltam egyébként, hogy akár készíthetnék egy videót arról is, hogy milyen dolgokat fogok csinálni itthon, most így, hogy ránk szakadt a világ összes szabad ideje, legalábbis nekem most így elég sok munkám kiesett, viszont sok szabadidőm van, és azt hát igyekeznék minél hasznosabban kihasználni, tehát semmiképpen sem szeretnék csak itt a kanapén tespedni és nem csinálni semmit. Úgyhogy hát azt hiszem ez mindannyiunk számára egyfajta új rutin lesz, amit majd fel kell venni. Na de most elköszönök, köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!